Nagy tisztelettel köszöntöm a BRSE TV nézőit. Kettős győzelemmel és továbbjutással zárta a 2021-es évet a Svitelszky Békés Csaba. A csabai lányok december 11-én Budaörsön, míg december 18-án hazai pályán múlták felül 3-0-ra az MTK Budapestet a Magyar Kupa negyed döntőjében. A fehérmezes vendégek kezdték jobban a legjobb 8 között vívott párharc első mérkőzését. A BRSE Szállakárhu pontjai után már 8-3-ra vezetett a nyitó szett elején. A csabai lányok a folytatásban tovább növelték a különbséget, és magabiztos játékuknak köszönhetően 25-14-re nyerték meg az első játszmát. A második etap elején a csapatok felváltva szerezték a pontokat, majd a Békés Csaba fokozatot váltott, és Glembocki Zóra támadása után 10-5-re vezetett. Az MTK próbálta tartani a lépést ellenfelével, de a vendégek megduplázták előnyüket és 25-15-re hozták a második szettet. A harmadik játszmát a fővárosiak kezdték jobban, akik pár perc játék után 3 ponttal álltak jobban. A Békés Csaba gyorsan egyenlített, majd átvette a vezetést és 17-10-ről várhatta a végjátékot. Az MTK mindent megpróbált a szépítés érdekében, de a BRSE Szállakárhu pontját követően 25-18-ra nyerte a szettet és 3-0-ra a mérkőzést. Szombat este a feketemezes házigazda lendületes játékkal nyitotta az elődöntő visszavágóját, Szara Klisura vezetésével 6-1-re lépett el ellenfelétől a BRSE. A folytatásban magabiztos csabai játékot láthatott a publikum, Anasztazia Kornyenko 2 sánca után már 13 ponttal vezetett Tóth Gábor együttese. A végjátékban ugyan faragott hátrányából a vendégcsapat, a Békés Csaba azonban 25-14-re nyerte a szettet. A második játékrészben megingott a csabaiak játéka, a fiatal játékosokból álló fővárosi csapat 8-6-ra vezetett az etap elején. A folytatásban feljavult a BRSE és Zsinórban 7 szerzett ponttal 15-8-ra átvette a vezetést. A vendég együttes egyszer még felzárkózott 2 pontra, de a Békés Csaba gyorsan reagált és végül Szállakárhu pontjával 25-17-re nyerte meg a második játszmát. A harmadik szettben fejfej mellett haladtak a csapatok, majd a csabai támadósor fokozatot váltott, így a hazaiak 5 pontos előnyt építettek ki. Leiszt Máté cserékkel próbált frissíteni, de a BRSE nem engedte érvényesülni ellenfelét. A csabai lányok végül 25-11-es játszmasikert arattak, így 3-0-ra nyerték meg a mérkőzést. Küzdöttünk, hajtottunk. Mindegyik szettben volt egy-egy periódus, egy-egy pont, ahol a Békés Csaba több ponttal meg tudott lépni tőlünk, a beragadtó, nem tudtuk úgy befejezni a támadásokat. Úgyhogy ilyen szempontból azért megérdemelt a Békés Csaba sikere. Szerettük volna azért jelentősen megnehezíteni a Csaba dolgát, ahogy tettük ezt például a legelső mérkőzésen. A csabai lányok kettős győzelemmel jutottak be a Magyar Kupa legjobb 4 együttese közé. A BRSE ellenfele az elődöntőben a Vasas Óbuda csapata lesz. Az elejétől kezdve azt gondolom, hogy pontosan nyitottunk, ez fontos volt nagyon. Úgy tudtuk szervezni a blokkunkat, hogyha az nem is blokkpontot eredményezett, de olyan jó érintés volt, amiből könnyen tudtunk visszatámadni, ez nagyon fontos volt. És a második szedben, igen, ahogy említetted, egy kicsi problémánk akadt a nyitásfogadással, azt, ahogy stabilizálni tudtuk, onnantól kezdve mi domináltunk ismét, és nem volt kérdés ezen az estén. A csabai lányok legközelebb 2022-ben lépnek pályára. A BRSE január 22-én az MTK Budapest otthonában szerepel majd az Extraliga 8. fordulójában. Hozz egy labdát egy mosolyért! A BRSE ezzel a jelmondattal idén is meghirdette jótékonysági kampányát a Magyar Vöröskereszt Békés megyei szervezetével együttműködésben. A labdával érkező szurkolók számára ingyenes volt a belépés a szombati MTK Budapest elleni kupa mérkőzésre. Szerintem ez nagyon jó kedvezmény. Tehát amit ők gondoltak, hogy ezt az egyesület gondolta, hogy ezzel tudja támogatni minden szurkoló a gyerekeket,
Ráadásul jönnek az ünnepek, jön a karácsony. Szerintem ez minimális, hogy ezt meg kell adni nekik. A labdákat a mérkőzés végén a szurkolók a megadott jelre együtt dobták a játéktérre. Az egyesület az összegyűjtött játékszereket a Magyar Vöröskereszt közreműködésével juttatja el a rászoruló gyermekek számára. A szervezet Békés megyei képviselői hétfőn kora délután mentek el a labdákért a városi sportcsarnokba. Tóth Zoltánné elnök elmondta, megyeszerte több száz gyermek arcára csalnak mosolyt a kezdeményezés segítségével. Az idei évben is mintegy 800 gyerek arcára tudunk mosolyt csalni ezzel a kezdeményezéssel. Úgy gondolom, hogy társadalmi szerepvállalásból minden évben tanúbizonyságot tesz a csapat, hogy mennyire fontos, hogy örömet szerezzenek a gyerekeknek. A Békés Csabai Röplabda Sportegyesület elnöke elmondta, a klub több karitatív kezdeményezésben vesz részt minden évben. Baran Ádám kiemelte, lassan egy évtizedes hagyománya van ennek a jótékonysági akciójuknak. Amikor először kitaláltuk ezt az akciót, hogy mosolyt csalunk rászoruló gyerekek arcára a ünnepek közeletével, az akciónak már akkor az volt a lényege, hogy az év utolsó mérkőzésére labdával érkező szurkolókat ingyen engedte be a klub, és a mérkőzés végén egy labdaeső formájában megadott jelre egyszerre dobta mindenki a küzdőtérre a játékszereket, és azt követően pedig ezt összegyűjtöttük, és a Vöröskereszt jóvoltából rászoruló gyerekeknek fogják majd kiosztani ezeket a labdákat. A klub tervei között szerepel, hogy a következő években is folytatja hagyományát, és szebbé teszi a rászoruló gyermekek karácsonyát. "2021 is egyedülállóan sikeres év volt a Békés Csabai Röplabda Sportegyesület életében", mondta évértékelőjében a klubelnök. A következő percekben Baran Ádám tekint vissza az elmúlt esztendő legfontosabb történéseire. Minden szempontból sikeres évet zárhat a Békés Csabai Röplabda Sportegyesület 2021-ben. A Csabai Klub minden utánpótlás korosztályos csapata a döntőig menetelt, és a felnőtt együttes is két ezüstéremmel zárta az esztendőt. Hála Istennek, a 2021-es esztendő is egy egyedülállóan sikeres év volt a Békés Csabai Röplabda Sportegyesület életében. Bár hogyha visszagondolok az elmúlt években, akkor szerencsésnek mondhatom magam, hiszen az elmúlt 6-8 év értékelőjén ugyanezt tudtam elmondani. Természetesen minden mögött nagyon komoly munka van, a klub dinamikusan fejlődik, és tényleg azt tudom mondani, hogy a 2021-es esztendő is egyedülálló sikereket és eredményeket tartogatott, mind az utánpótlás csapatoknál, mind pedig a felnőtt együttesnél. Az elnök az idei év eredményeivel kapcsolatban elmondta, hogy 2021-ben már a funkciójának megfelelő programokat szerveztek meg a Békés Csabai Röplabda Akadémián. 2020 nyarán vettük birtokba a Békés Csabai Röplabda Akadémia épületét, ami egy hatalmas mérföldkő volt a klub életében. De mindenki tudja, hogy a koronavírus járvány, illetve a pandémia miatt gyakorlatilag ez egy nem az igazi használat volt. És most 2021-re tudom azt már elmondani, hogy belaktuk ezt a létesítményt, és tudtunk olyan programokat megvalósítani, amelyek miatt létrejött az akadémia sportcsarnoka. Természetesen ezekből még 2022-re, illetve a jövőre is nagyon sokat tartogatunk. Baran Ádám kiemelte, az, hogy a tavalyi bajnoki döntőt nem tudta lejátszani a BRS-e a járvány miatt, extra löketet adott a klub számára a 2021-22-es kiírásra. 2021-ben gyakorlatilag a felnőtt csapatot, hogyha vizsgáljuk, akkor a 2021-es szezont én abszolút sikeresnek értékelem, hiszen két ezüstérmet nyertünk. Én nem szeretnék most itt kitérni erre, hogy ugye a magyar bajnoki címért nem tudtunk megküzdeni, pont a koronavírus járvány miatt, de a klub erejét mutatja, hogy tovább tudtunk lépni, és megfogadtuk ott akkor egymásnak, hogy egy még erősebb csapatot teszünk össze, és jelenleg a 21-22-es szezon azt mutatja, hogy jó úton járunk, hiszen
hogyha valaki december 31-én megnézi a tabellát, az a Svitelszky Békés Csaba nevével kezdődik, mégpedig úgy, hogy nem kaptunk ki sem az Extraligában, sem pedig a Magyar Kupában. Emellett nemzetközi porondon is, mind Monzába 2021 márciusában, mind pedig a Lugy elleni párharcon méltóan képviseltük a magyar röplabdázást. Ezt is zászlónkra tűztük, hogy mi nem csak a klubot, Békés Csaba megyeugú várost, hanem az egész magyar röplabdázást szeretnénk méltóan képviselni, és úgy gondolom, hogy mára eljutottunk oda 2021-re, hogy a BRS-e neve szerte Európában, de kimerem mondani azt is, hogy az egész világon immár jól cseng. Utánpótlás fronton is rengeteg megmérettetésünk volt, egyedülálló sikerekkel zárult a tavalyi szezon, minden korosztályba döntőbe jutottak a csapataink. A koronavírus járvány 2020-ban több sportegyesület gazdasági helyzetét megnehezítette. A BRS elnöke kijelentette, hogy 2021-ben a stabilitás jellemezte a klub gazdálkodását. A koronavírus járvány még itt van, aminek a gazdasági hatásait ugye mindenki, a társadalom minden része, így a sport sem kivétel, tehát érezzük. Ha csak azt nézzük, hogy hosszú hónapokig nézők nélkül kellett játszani, kompenzálni kellett, és kompenzáltuk is a bérleteseinket. Néhány cégre tényleg olyan negatív hatással volt ez a koronavírus járvány, hogy örültek, hogyha életben tudtak maradni, és így nem a sportszponzoráció volt az elsődleges. De büszkén mondhatom, hogy a klubnak a gazdálkodása stabil. Addig nyújtózkodunk mindig, amíg a takarónk elér. Természetesen emögött horribilis mértékű munka van. Ha visszagondolok, hogy egy évben hány tárgyalásra, hányszor kellett útra kelni hajnalba, este, ahhoz, hogy megteremtsük ezt a stabilitást. Optimisták vagyunk, a klub, ahogy azt elmondtam, kivívta magának azt, hogy immár nem csak a magyar röplabdázás, hanem a magyar sportnak is az értéke. Ezt a döntéshozók is tudják, és bízom benne, hogy legalább ezen a szinten, de természetesen mi még emelni szeretnénk a tétet, és még magasabb szinten szeretnénk ellátni a munkánkat. Úgyhogy sokat dolgozunk ezért, természetesen szeretnénk még előrelépni, de nem panaszkodok, mert stabil a klubnak gazdálkodása. A klubelnök a 2022-es évvel kapcsolatban bizakodó, és nem tette lejjebb a mércét, mint hogy a felnőtt együttes ismét bajnoki címet és magyar kupát nyerjen. Én örök optimista ember vagyok, és azt tudom mondani, hogy a 2022, és azt is várom, hogy a klub történetének az egyik legsikeresebb éve legyen. Szeretném azt, hogyha 2022-ben már államilag akkreditált akadémia lenne a Békés Csabai Röplabda Akadémia. Nagyon várom azt, hogy a Magyar Kupa serleget ugyan újra visszahozzuk ide Békés Csabára, és természetesen azt várom a csapattól és a stábtól, hogy harcban legyen a bajnoki aranyéremért. Aki a sportban él és mozog, az tudja, hogy a bajnoki címet elhódítani nem egyszerű. Gyakorlatilag akár a legvégén, az út végén is nüanszokon el lehet csúszni, de maximálisan bízom a csapatban és a stábban, és nagyon bízom benne, hogy 2022-ben újra magyar bajnoki címet fogunk majd ünnepelni. Ez volt a BRS-e TV 118. és a 2021-es év utolsó adása is egyben. Köszönjük az egész éves figyelmüket! Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk! Tartsanak velünk 2022-ben is! Hajrá, BRS-e!